Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, fő témáink néhány mondatban. Új Kazán a bogyiszlói óvodában, fatüzelésre állnak át a megemelkedett energiaárak miatt. Pénzt kérhetett az eredetiség vizsgáért, hivatali vesztegetés ügyében emelt vádat az ügyészség. Balesetek Tolna vármegye útjain, a rendőrség fokozott figyelemre kér mindenkit. Elkezdődött az ökumenikus imahét, idén az igazságosság és a béke a kiemelt téma. Fatüzelésre állnak át a bogyiszlói óvodában, hogy tovább működhessen az intézmény. A megemelkedett energiaárak miatt döntött így a település vezetősége. A 4,5 millió forintos saját forrásból megvalósított beruházás a tervek szerint hamar megtérül majd. Emellett a kormány is segíti a települést, 12,8 millió forintot kapnak energetikai kompenzációra. Vegye azt a hámot, ami... Milán, nekem 74 gyermek jár most a bogyiszlói óvodába. A megemelkedett energiaárak miatt azonban kérdéses volt, hogy sikerül-e továbbra is működtetni az intézményt. Bár már a tavalyi évben hűtő-fűtő klímával szerelték fel a 4 csoportszobát, de az épület egyéb helyiségei, mint például a folyosók, a mosdók és a fejlesztő vagy tornaszoba csak gázzal fűthetők. Tóth István a település polgármestere elmondta, eddig rendkívül kedvező szerződéseket tudott kötni a bogyiszlói önkormányzat a gázszolgáltatóval, 3 forint per kilozsúl áron kapták a gázt eddig. Ekkor az óvoda fűtésköltsége 150 ezer forint volt havonta. Az energiaárak emelkedése miatt azonban az új szerződésben már 30-szor annyi lett volna a szolgáltatás ára, vagyis közel 4,5 millió forintba került volna havonta az óvoda fűtése. Egy másik szolgáltató ennél jóval kedvezőbb ajánlatot adott, de még az is a korábbi árnak több mint 7-szeresét kérte. Ahhoz, hogy az óvoda zökkenőmentesen működhessen tovább, egy alternatív fűtési megoldást választottak. Ezt úgy döntött a képviselőtestület, hogy próbáljunk visszaállni fáról. Nekünk vannak erdőink, és tudunk kitermelni minden télen, vagy a téli fél évben annyi fát, hogy fogunk ide helyezni egy fűtőt, és akkor álljunk vissza. Vagy teremtsük meg a fafűtés lehetőségét is, és amíg ilyen kritikus, vagy ilyen krízis idők vannak, vagy ha sokáig tart, akkor örökké is csináljuk, de fával is tudjunk fűteni. A beruházást 4,5 millió forint saját forrásból valósították meg. A tervek szerint ilyen gázárak mellett néhány hónap alatt visszahozza majd a befektetett pénzt. A puffertartály pedig akkor sem engedi kihűlni az épületet, ha épp a kazánban nincs begyújtva. A polgármesteri hivatalt már a 2021-es fűtési szezon kezdetén is fával fűtötték, és a többi önkormányzati épület számláin is próbálnak spórolni. Bogyiszló község 12,8 millió forintot kap ilyen energetikai kompenzációra az év során, és az erre szosztva a normatív finanszírozásunkba, minden hónap finanszírozásába, ez valamit biztosan segíteni fog, ezeket, amiket mi próbálunk tenni. A tervek között szerepel a közvilágítás korszerűsítése is, hiszen az előzetes kalkulációk szerint azzal is, mint egy 60%-os költségmegtakarítást tudnának elérni, de ehhez a beruházáshoz még forrást kell találnia a településnek. 17,6 milliárd forintos kerettel indította el újra a vállalkozások munkaerő támogatását és a munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatásokat a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, amelyek több mint 20 ezer álláskereső elhelyezkedéséhez járulhatnak hozzá. A program legfeljebb 6 hónapon keresztül támogatja azon munkát keresők elhelyezkedését, akik 25 év alatti, vagy legalább egy hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskeresők. A támogatás mértéke a foglalkoztató terhelő bérköltség 50%-a, de teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb 250 ezer forint havonta. Ez maximálisan tehát 1,5 millió forintos támogatást jelenthet. Több mint 30 támogatással segíti a kormány a gyermekvállalást és gyermeknevelést. Ezt Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára mondta a Facebookra feltöltött videóban. A politikus mások mellett kiemelte, hogy a család alapításban és az otthon teremtésben nyújt segítséget a CSOK és a CSOK mellé felvehető kamat támogatott kölcsön, az áfa csökkentés és elengedés, az illetékmentesség, az első házasok adókedvezménye, a dolgozó fiatalok SZIA mentessége 25 éves korukig.
arra biztatok mindenkit, minden családos vagy családot tervező honfitársamat, hogy tájékozódjon a különböző családtámogatási formákról, és éljen a világon szinte egyedülálló, többrétű családtámogatási rendszer adta lehetőségekkel. Hivatali vesztegetés ügyében emeltek vádat egy Tolna vármegyében működő műszaki vizsgálomás egyik korábbi alkalmazottja ellen. Az ügyész szerint a férfi pénzt kért az ügyfelétől, aki ezért feljelentést tett, csakhogy mindketten gyanúsítottak lettek. Egy Tolna és Somogy vármegyék határán működő műszaki vizsgálomáson kérhetett 50 ezer forintot az elsőrendű vádlott az ügyfelétől. Azt mondta neki, hogy az autóján nem látszik a motorkód, mert azt lecsiszolták. A férfi fizetett, hogy megkapja az eredetvizsgáról szóló papírt. Otthon viszont észrevette, hogy a kérdéses számsor mégis jól olvasható. Ezután hívta a rendőrséget, csak hogy mivel ő volt a vesztegető, saját magát is feljelentette. Most másodrendű vádlottként tett vallomást a bíróságon. Hogy beismeri a bűnösségét, lemond el a tárgyaláshoz való jogáról. Igen. Mi a válasza? Beismerem. És lemond a tárgyaláshoz való jogáról is? Igen. A pénzt átadó férfi tehát mindent beismert. A másik vádlott viszont, aki az ügyész szerint az 50 ezer forintot kérte és elfogadta, tagadott. Mivel ő önkéntes katonaként is szolgál, egy katonai ügyész képviselte ellene a vádat. Ő Kaposvárról videokonferencián keresztül jelentkezett be. Akkor az esetben az első rendű vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, indítványozom, hogy a BTK 35. szakaszának egybekezdése és a BTK 35. szakaszának kettőbekezdés alkoholik alapján egy év börtön végrehajtása fogadható szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtását a BTK 85. szakaszának egy és kettőbekezdésére figyelemmel kettő évre függessze fel. Emellett az ügyész szerint a pénzkérő férfit a foglalkozásától is el kellene tiltani. Viszont mivel ő nem fogadta el az előkészítő ülésen tett ajánlatot, ezeknél akár jóval súlyosabb ítéletet is kaphat majd. Az sem kizárt, hogyha beigazolódik, hogy megszegte a törvényt, akkor börtönbe kerül. Kivárnak a vevők a magyarországi ingatlan piacon, ahol az elmúlt hónapokban 40-50%-kal csökkent a tranzakciók száma, és ennél is nagyobb mértékben apad a kereslet, közölte egy ágazatban érintett üzletház kedden. A hálózat ügyvezetője közleményében úgy vélte, a vevők a magas hitelkamatok, illetve az emelkedő energiaárak miatt bizonytalanok. Megjegyezte, hogy a kamatok emelkedése érzékeny veszteség az ingatlan piacnak, hiszen bizonyos országrészeken akár az 50%-ot is eléri a hitelből ingatlant vásárlók aránya. A számottevő kereslet elsősorban az energiahatékony ingatlanok iránt tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználású ingatlanok iránti igény nagy mértékben visszaesett, így ezek csak jelentős, akár 20%-os árkedvezménnyel fognak gazdára találni. Polgárőröknek tartottak tovább képzést a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A két szervezet tagjai ugyanis 2021 óta rendszeresen járőröznek együtt. A polgárőrök ezúttal betekintést nyerhetnek az önkéntes feladataikkal kapcsolatos jogszabályokba. A rendőrség munkatársai közül az elsősegély nyújtás alapjaival és újraélesztési technikákkal ismertetik meg őket. Bőven akadt dolguk a rendőröknek a napokban Tolna vármegye útjain. Több autó árokba borult, de volt olyan is, aki a villanyoszlopnak csapódott. Az egyenruhások arra kérnek mindenkit, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek. 9 balesetnél intézkedtek a Tolna vármegyei rendőrök az elmúlt napokban. A legtöbb esetben a gyorshajtás miatt történt a szerencsétlenség. Dunaföldvár térségében egy autós nem megfelelően választotta meg a sebességét, a sofőr elvesztette uralmát a kocsi felett, lesodródott az útról, ahol egy betonvillanyoszlopnak ütközött, ami kitört és az autóra borult. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki. Egy másik esetben egy autós a 61-es számú főúton nem jól választotta meg a sebességét, ő felborult az út mellett. Szálka térségében egy autós szintén beleborult az árokba, vélhetően túl gyorsan haladt. További 3 esetben állatot ütöttek el az autóvezetők, 2 alkalommal vadat, 1 esetben pedig egy településen kutyát ütöttek el. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy a télies, akár hirtelen megváltozó út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességüket, és közlekedjenek fokozott figyelemmel Tolna vármegye útjain.
Januárban a kárpát-aljai magyar óvodások, iskolások és egyetemisták megemelt összegű oktatási, nevelési támogatást kapnak, jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János, aki egyben Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, kiemelte, hogy a nemzetpolitika egyik legátfogóbb, több évtizede működő támogatási programja a Szülőföldön Magyarul program közismert nevén oktatási-nevelési támogatás, amellyel a magyar kormány 2003 óta mond köszönetet azoknak a külhoni magyar családoknak, akik gyermeküket magyar oktatási intézménybe iratják. Az oktatási-nevelési támogatással 2003 óta mondunk köszönetet a külhoni magyar családoknak azért, hogy gyermekeiket magyar oktatási intézménybe iratják. Orbán Viktor miniszterelnök úr kezdeményezésére a programot átalakítjuk, a program keretében nyújtott támogatást megtöbbszörözzük. A program átalakítása előtt azonban az orosz-ukrán háború negatív hatásait elszenvedő, de szívósan kitartó kárpátaljai magyar családokat szeretnénk kiemelten támogatni. Több mint 9000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 203 embernek állított ki 30 napra érvényes ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében. Tolna vármegye székhelyén is elkezdődött az ökumenikus imahét. Hétfőn a szekszárdi református egyházközség részéről a Béla király téri római katolikus templomban Kaszó Gyula református lelkész prédikált délután 5 órától. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és béke. Megteltek a Béla király téri római katolikus templom padsorai Szekszárdon. Az ökumenikus imahét keretében a Tolnai vármegye székhelyen először Kaszó Gyula református lelkész hirdette az igét. Az eseményt évről évre a Krisztusban hívők egységéért szervezik meg világszerte. A programsorozat célja, hogy megerősítse a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolatot. Szekszárdon ez úgy valósul meg, ez is egy több éves tradícióra visszatekintő sorozat, hogy napról napra más helyszínen, mindig más vendéglátóval és más igeszolgálóval találkoznak a közösségek. Ez azt jelenti, hogy senki nem a saját helyszínén szolgál, hanem mindenütt vendégként vagyunk. Krisztus is vendégségbe jött a saját világába, és így érezzük magunkat itthon, mindegyik lelki otthonban mi is. Irgalmasság! Isten jó, amivel eláraszt minket az Úristen. Ma is irgalmas volt hozzánk. Az ez évi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette. A kiemelt téma ezúttal az igazságosság és a béke. Ők választják ki az alapigét is, ami most Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből van. Ők osszák be a napokat is, adnak javaslatokat az igékre, és így ez azt jelenti, hogy az egész bolygón mindenütt tulajdonképpen ugyanaz a szentírási szakasz kerül oda a testvérek elé. Ez is egy egybekötő kapocs egymással és az Úristennel. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. A program Magyarországon több évtizedes hagyományra tekint vissza. Regionális híreink következnek. Mi lesz a megoldás? Kizárták az Erasmus programokból az alapítványi fenntartású egyetemeket. Járványok ideje. 3 vírus is terjed Somogy vármegyében. E-buszok érkeznek a napokban Pécsre. A sofőr hiányra hívta fel a figyelmet a képviselő. A kormány az Erasmus ösztöndíjak költségeit kifizeti, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfon. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, hogy az Európai Unió kizárta a programból az alapítványi fenntartású egyetemeket. Megkérdeztük a pécsi hallgatókat, mi a véleményük a kialakult helyzetről.
Az Európai Unió kizárja az Erasmus Plus és a Horizont Európa kutatói programokból az alapítványi fenntartású egyetemeket, derült ki január 9-én. Ez azt jelenti, hogy többek között a Pécsi Felsőoktatási Intézmény hallgatói sem folytathatnak tanulmányokat külföldön kvázi cserediákként, amit eddig ezekben a programokban megtehettek. Megkérdeztünk néhány helyi egyetemistát, hova jutnának el szívesen az Erasmusszal, illetve mi a véleményük a kialakult helyzetről. Spanyolországban mennék el szívesen megismerni a kultúrájukat, illetve elmennék őszintén egy Real Madrid meccsre, vagy valami hasonlóra, egy nagyrangú csapatnak. Erasmuson még nem voltam, de hallottam az új fejleményekről. Hát nem túl rózsásak a kilátások, úgy hallottam. Nem terveztem egyébként Erasmussal élni, de van ismerősöm, aki volt már viszont. A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy elfogadhatatlan és tűrhetetlen, ami Erasmus ügyben történik. Megígérte azt is, hogy ha nem találnak megoldást, akkor a kormány ki fogja fizetni az ösztöndíjak költségét, így nem lesz akadálya a programban való részvételnek. A kormány az Erasmus ösztöndíjak költségét kifizeti, tehát ugye a jelenlegi helyzet, hogy teljesen világos legyen az, hogy miután az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ezt semmilyen tanácsi határozat, bizottsági vélemény nem érinti. A jövő évi Erasmus ösztöndíjakra vonatkozik a mostani döntés. Ezt előre jelezzük, hogy ha nem lenne az ügynek addig megoldása, amit magunk részéről nehezen tudunk elképzelni, akkor ezeket Magyarország meg fogja előlegezni, illetve ki fogja fizetni. Tehát az ösztöndíj programban való részvételnek akadálya ebben az esetben sem lehet. Nemrég a Magyar Rektori Konferencia is reagált az ügy kapcsán. Közleményükben azt írták, valamennyi magyar egyetemi polgárnak az egyetem fenntartójától függetlenül diszkriminációmentesen biztosítani kell azt a jogot, hogy az Európai Unió oktatási, mobilitási programjaiban, valamint kutatási együttműködéseiben részt vehessen. Egyszerre három vírus is megbetegedéseket okoz ezekben a napokban, Somogyban. A koronavírus mellett egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, és egy hét alatt több mint másfélszeresére nőtt a fertőzöttek száma. A gyermekek között pedig az óriás sejtes vírus, az ESV okoz komoly problémákat. Egyre több kisgyermek kerül a Kaposi Mór oktató kórházba úgynevezett óriás sejtes vírussal. Az RSV a két év alattiaknál és az újszülötteknél okoz súlyos tüneteket, például komoly tüdőgyulladást. A szakemberek azt javasolják, hogy ezekben a hetekben az egyévesnél fiatalabb csecsemőket ne vigyék közösségbe, és tartsák be a higiéniás szabályokat. Ez minden évben megvan, de tekintettel arra, hogy az előző három évben erősen védekeztünk, és jól is tette a lakosság, hogy megfogadta a megelőzési tanácsokat, de a lakosság ezáltal, a népesség nagy része nem találkozott a vírusokkal, sem a kisgyermek az óriás sejtes vírussal, sem a lakosság az influenza-vírussal. Az influenza-szerű megbetegedések száma is több mint másfélszeresére nőtt az elmúlt hetekben, ugyanakkor a koronavírus is itt van még, és újra egyre több megbetegedést okoz. Eszméletlenül terjed, ez az omikron a törzs, és ennek a szubvariánsa van most világszerte terjedőben, az USA-ban, Amerikában és nálunk is, de egy a lényeg, hogy még az omikron törzsön belül vagyunk, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan terjednek, de hála jó Istennek, ezt mint a mi kórházi adataink is mutatják, nem okoznak olyan súlyos megbetegedést, mint a korábbi hullámok idején. Ebben az időszakban az immunrendszer erősítése kiemelten fontos, emellett ügyelni kell a kézfertőtlenítésre, a gyakori kézmosásra és a lakások gyakori átszellőztetésére is. Elektromos buszok érkeznek a héten Pécsre. Erről számolt be közösségi oldalán a helyi Fidesz frakcióvezetője. Egy korábbi beszerzés eredménye valósul most meg, így 8 eljármű állhat majd forgalomba a Baranyai megyeszékhelyen. Azonban kérdés, hogy kik fogják vezetni a buszokat, mondta stábunknak a politikus. A héten érkeznek az új e-buszok Pécsre, erről számol be közösségi oldalán a helyi Fidesz frakció vezetője. Korábban a politikus azt mondta stábunknak, hogy jó hír az elektromos járművek beállítása a helyi közlekedésbe. De kérdés, kik fogják vezetni azokat, hiszen a baloldali városvezetésnek nem sikerült megállítania a buszvezetők elvándorlását. Sofőrök nélkül a buszok se fognak menni,
még akkor sem, hogyha azok az autóbuszok elektromos meghajtások lesznek részben, ami egy örömteli fejlemény, ugye ez egy korábbi, több évvel ezelőtt elindított fejlesztési programunk eredménye, hogy a pécsi önkormányzat egyre több elektromos buszt tud munkába állítani, ezzel ugye jelentős üzemanyag költséget tud spórolni, de hát hogyha nem lesz, aki vezesse, akkor hiába a legújabb buszok is. Csizmadia Péter szerint emelni kell a buszvezetők fizetését, hogy meg tudja tartani őket az önkormányzat. Ezért a tárgyalásokat minél hamarabb el kell kezdeni. Jelenleg járatkimaradások és teljes bizonytalanság jellemzi a helyi közlekedést a Baranyai megyeszékhelyen. Ezen változtatni kell, mondja a politikus. De amikor kiszámíthatatlanul működik valami, az a legeslegrosszabb, és én azt mondom, hogy joggal vannak a pécsiek felháborodva, hogy az elmúlt 1-2 évben milyen állapotokba süllyesztette a baloldali városvezetés, például a tömegközlekedést. Ezen a héten egyébként 1,2 milliárd forint értékű, 70%-os kormányzati támogatásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően érkezik 8 új elektromos autóbusz Pécsre. Ezek várhatóan tavasztól állnak majd forgalomba. Az őszi csapadékos időjárás miatt, ha lassan is, de emelkedésnek indult a Balaton vízszintje, ugyanakkor még így is elmarad a téli üzemi maximumtól, ami 110 cm. A szakemberek szerint a következő hetekben átlag feletti csapadéknak kellene hullnia, annak érdekében, hogy nyárra megfelelő vízmagasság legyen a tóban. A Balaton átlag vízszintje jelenleg 86 cm, bár még mindig messze van a téli üzemi vízszint magasság 110 cm-től, lassan újra töltődik a tómeder, amelynek az ott élők és a turisták is egyaránt örülnek. Ugyanakkor attól tartanak, nyáron újra a száj lesz. Most igen, de milyen lesz nyáron? Milyen szárazság lesz? Azt viszont előre nem tudjuk. Mert annyira nem lehet kiszámítani az időt, hogy az egyszerűen hihetetlen. Én megmondom őszintén önnek, én 74-ben vagyok korba. De az utolsó években még ilyen időjárási viszonyokat én nem tapasztaltam, pedig sok mindent tapasztaltam, mert az időmben nagyon sok minden belefért. De ilyen nem. A tó vízszintje szeptemberben volt a legalacsonyabb, akkor mindössze 69 cm-t mértek a szakemberek. Az ősztől azonban szerencsére megérkezett a csapadékosabb időszak. Szeptember 16-án 67 cm volt az a minimum vízállás, amit 2022-ben mértünk itt a Balatonnál, és ugye utána szeptemberben már elkezdett esni az eső, de annyira száraz volt a talaj a vízgyűjtő területen is, hogy gyakorlatilag abból a csapadékból nagyon sokáig semmi nem jutott be a vízbe, a Balatonba. Aztán november-decemberben is az átlagosnál több csapadék hullott, és akkor már elkezdett nőni az átlag vízszint, és ez azóta szerencsére folyamatos, hiszen január első 10 napjában a januári átlag teljes egésze lehullott a vízgyűjtő területre, 101%-a, tehát még egy kicsivel több is. Így aztán ugye az új évet az 81 cm-es vízállással kezdtük, de január közepére, 14-ére, 15-ére már 86 cm lett a vízállás. Jó hír, hogy a január csapadékosabbnak ígérkezik a továbbiakban is, így várható, hogy a vízszint még tovább emelkedhet. Érdekesség, hogy a vízállás alacsony volt a Balatonnál, a víz minősége mindvégig kiváló maradt. A szakemberek szerint ez annak is köszönhető, hogy a szennyvíz elvezetés a Balaton környékén már évek óta megoldott, így a tó nem kap plusz terhelést, valamint a vízügy szakemberei a folyamatos kotrással is igyekeznek a víz minőségét is megóvni. Végül mutatjuk újra, röviden, Tolna vármegye legfontosabb híreit. Újkazán, a bogyiszlói óvodában. Fatüzelésre állnak át a megemelkedett energiaárak miatt. Pénzt kérhetett az eredetiség vizsgáért. Hivatali vesztegetés ügyében emelt vádat az ügyészség. Balesetek Tolna vármegye útjain. A rendőrség fokozott figyelemre kér mindenkit. Elkezdődött az ökumenikus imahét, idén az igazságosság és a béke a kiemelt téma. Szerdán a hét legenyhébb napja ígérkezik, 12 fok körüli csúcsérték is lehet. Délelőtt elszórtan felszakadozhat, átmenetileg a felhőtakaró, de záporok is kialakulhatnak, az ég is megdörrenhet. Délután újabb csapadékzóna érkezik esővel.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!